Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a kivetésnél feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, mit tervez veled, hogyan érzi magát, mit érez irántad és mit fog tenni. A gondolatait középen látjuk itt felül és alul. Az alsó kép azt jelenti, hogy befekteti az energiáját a munkába. Szorgalmas, sok a dolga. De itt még nem kapja meg azt az elismerést, amit ő szeretne. Hiszen itt látható a terve. Ő a király. El akarja foglalni a helyét az életben. Kell számára a pozíció. És kellenek az elismerések, nem csak a párkapcsolatban, vagy a baráti körben, hanem a munkahelyen is. Itt látható, hogy figyelgeti az eseményeket. Lehet, hogy arra vár, hogy te jelentkezz nála, és akkor utána lesznek döntések, előre mennek az események, hiszen ő uralkodik a tűz eleme felett, és az jelenti az aktív tevékenységet, a lelkesedést, a szenvedélyeket, de annak ellenére, hogy a tűz eleme érezhető a képen, ő még jelenleg kicsit várakozó. Én úgy érzem, hogy arra vár, hogy te dicsérd őt, hogy te jelentkezz nála, és előfordulhat az is, hogy arra hivatkozik, hogy sok a munkája, hogy azt mondja, hogy most nincs ideje találkozni, vagy most nem lehet beszélgetni, mert sok a munkája, nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt. Hogyan érzi magát az itt látható bal oldalon? A kártyákat akartam kivetni, de az később jön. Bal oldalon látható az ő érzelme. Itt a kelyhek jelentik az érzelmi világát, de ezen a képen a szomorúság, a múltja látható. Ez a könnyeknek a mezeje, de ő hátat fordít ennek. Itt döntéseket hoz, lezárja a múltat, keres egy új irányt. És megjelenik, mint egy varázsló. Tudja azt, hogy mindaz, amit tervez, megvalósul. Azon kívül megvan a varázslatos vonzalom kettőtök között. Ezzel a karddal szimbolikusan lezárja a múltat, döntéseket hoz, beszélni akar veled, de jelenleg még vár arra, hogy te jelentkezz nála. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Itt van egy szűkös helyzet, vagy nálad, vagy nála, de kiléptek ebből a helyzetből. Nála voltak kihívások, de ő ezt lezárta. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt a királynő, és így tekint rád. És mint királynő, uralkodsz te is a tűz eleme felett, hiszen megvan a bátorságod, a lelkesedésed, vagy megvannak a szenvedélyek kettőtök között. Passzoltok egymáshoz, hiszen te vagy a királynő a tűz eleme felett, ő pedig megjelenik, mint király a tűz eleme felett ennél a kivetésnél. És most nézzük meg, hogy mit mutatnak a többi kártyán. Itt a kereszt jelentheti az ő hitét, vagy egy találkozást, amit tervez, hiszen a sors utatok újra kereszteződik, döntéseket fog hozni, mert elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és majd elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt láthatóak az utak, útban van hozzád, vagy elvárja azt, hogy te légy útba hozzá, hogy látogasd meg őt. Az utak jelentik a döntéseket is. Komoly döntések előtt áll.
Itt lezárja a múltat, a szomorúságot, lesz egy új irány, és a szerencsét hoz neki, hiszen itt a virágok szerencsét hoznak, amikor kivirágzik valami. Itt a koporsó azt jelenti, hogy lezár valamit. Itt is ez érezhető, lezárja a múltat, döntéseket hoz, lesz egy új irány. Itt ő jelenik meg, ő a varázsló, tudja, hogy mit akar, közeledik hozzád, majd rendezi a saját dolgait is, de téged is akar látni, beszélni akar veled, az is lehet, hogy veled együtt tervezi ezt az életutat, egy közös jövőt. Itt megjelensz, mint egy királynő, így lát téged, értékel téged, és itt a halak jelentetik az anyagiakat, vagy a munkát, hivatást, hiszen ez összefügg egymással. Ez lehet egy jó ajánlat, vagy egy anyagi segítség, de a halak jelentik a belső értékeket is. Ő értékel téged, ezt kimondja, hiszen kimutatja azt, hogy te vagy a párnője, és te vagy a királynő, társnője. Sőt, itt van a szív, a szerelem. Voltak a múltban kihívások, nehézségek, ez most elmúlik, szeret téged, értékel téged, és ezt ki fogja mondani. Itt a felhő azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan, de kiléptek ebből a szűkös helyzetből, ez a felszabadulás érzete, a lehetőségek. Megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt a kutya látható, ez jelentett házi állatokat is, vagy jelenti a baráti kört, lehet, hogy ott is lezár bizonyos kapcsolatokat. A te jelenlegi helyzeted. Itt látható a szerencse, lesz egy szerencsés fordulat. És ez volt az általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam 4000 forint. Erről készítek egy videót álnéven, ez megjelenik a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens, így hívom ezt a másik csatornát, és ha elkészült a videó, akkor e-mailen keresztül megkapod a linket hozzá, ahol megnézheted. Tudod, hogy a tiéd, hiszen te adod az álnevet ehhez. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!